Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. Mai heti portré adásunk vendége Mezei Erzsébet drámapedagógus, a Medáliák Egyesület alapító tagja, aki évtizedek óta foglalkozik a ferencvárosi gyermekek oktatásával. Erzsike, melyek az első kötődési pontjaid Ferencvároshoz? Hát, amikor ide költöztünk még gyerekkoromban, 1963-ban, már akkor ide a Józsefatéla telepre költöztünk, úgyhogy akkor én még kisdiák voltam, aztán itt lettem nagyobb diák, a könyvtárat akkor építették, ugye a könyvtárhoz nekem a megépítésétől van kötődésem, akkor egy nagyon-nagyon jó ifjúsági klub volt ott. Mennyiben volt más a József Attila lakótelep az 1960-as években? Hát nagyon más volt, mert akkor még épült, tehát egy elég járatlan utak meg a közlekedés, még akkor kijártunk gyalog a Üllői útra, más villamos járt, se metró, se busz is csak később lett, ahogy üzletek is csak később lettek, tehát én egy ilyen eléggé feltúrt időszakába költöztem még ide a József Attilára, úgyhogy nyomon is tudtam követni, hogy hogyan alakult szépen a lakótelep. Nem költöztél el innen soha? A 90-es években egy pár évet Erzsébeten, mert én ugye a szüleimmel laktam itt, és akkor nekem oda sikerült lakást szerezni. Pár évig, de viszont én visszavágytam nagyon ide. De mi volt az, ami visszahúzott? Az emlékek? Hát az emlékek, ide a kötődésem. Én nagyon szerettem itt lakni, és most is szeretek itt lakni. Egyrészt jó volt, hogy így visszakerültünk közel a családhoz, de ez csak egy szempont volt, a másik pedig az, hogy én nagyon-nagyon szerettem itt lenni. A József Attila lakótelepi kulturális élet, mondhatni, hogy egyik vezetője mindenképpen te vagy. Hogy indult ez a pályafutás? Mivel hogy pedagógus vagyok, többször tanítottam itt különböző iskolákban a kerületben, többek között itt a Vörös Sándor gimnáziumban is, ami akkor még Vajda volt, és itt is tanítottam, tehát már megvolt a ilyenfajta kötődésem. A gyerekem is ide járt iskolákba. Többen volt kolléganőkkel, akikkel egy kicsit szétszorodtunk különböző munkahelyekre, de szerettünk volna még együtt dolgozni. Kitaláltuk, hogy mit csinálunk egy egyesületet. Ez volt a Medáliák, igen, ugye? Ez volt a Medáliák 2002-ben. Igen, akkor jöttünk létre. Akkor alakultunk, akkor egyeztek be bennünket. És mi volt ennek az egyesületnek a célkitűzése? Hát elsősorban az, hogy mivel pedagógusok vagyunk, hogy iskolán kívüli egyéb kulturális különböző tevékenységeket, versenyeket, pályázatokat, foglalkozásokat, rendezvényeket, tehát így mindenfélét, ami ne egy iskolához kötődjön, mert mindenki ez volt szokva, hogy egy iskolához kötöttünk, de hogy legyen másfajta rendezvény is, vagy másfajta programok is a fiataloknak. Mondjuk mi középiskolában tanítottunk, tehát az első elképzelésünk az volt, hogy inkább ezt a korosztályt szólítjuk meg különböző témákkal. Akkor még rendeztünk az FMK-ban is ilyen idegen nyelvű esteket, meg egy kolléganőnk, aki az Istvánban tanított akkor, ő diákíró versenyt csinált, és nekem ez annyira tetszett, hogy azt mondtam, hogy ezt akkor ki kell bővíteni, hogy ne csak iskolai legyen. Volt kerületi, aztán még szélesítettük, de a bázis azért a kerület. Na most itt található előttem egy kiadvány, ugye Medáliák kiadvány, a te fotóiddal József Attila verseihez. Mi célból alkottad meg ezt a kiadványt, és milyen módon illusztráltad József Attila verseit fotókkal? Végül is azt mondhatjuk, ugye, hogy a legnevesebb szülötte a kerületnek. József Attila. József Attila, így van. És viszont azt ragaszkodtunk, hogy mi ne József Attila nevét vegyük fel, de a kötődésünket kifejezzük, ezért József Attila egy vers címének. Ezen nagyon sokat vitatkoztunk, hogy mi legyen a nevünk, úgyhogy így lettünk Medáliák. És a kiadvány is úgy született, hogy mivel hogy én már rég, tulajdonképpen egyetemista korom óta ezt is csinálom, hogy József Attila verseihez, még akkor az egyetemen is volt fotókiállításom, az is egy dolgozat kapcsán kezdtem el fotózni,
És én úgy hívom ezeket a fotókat, hogy motivum fotók, nem illusztrációk. Ezek a fotók elsősorban a kerületben készült, de már régóta, tehát hogy nem 17-ben, nem 16-ban, hanem már a 90-es, vagy talán még régebben, tehát hogy régóta készítettem a kerületben is fotókat, tehát sok felé, de a kerületben nagyon sokat, mivel hogy nyilván próbáltam egy kicsit azokat a helyszíneket, tehát a Gát utca környéke keresni, még akár a régi kinézetében is, meg aztán, amikor ott bontottak le házakat, a tűzfalak, hát ezek azért így József Attila versei, az eléggé bizonyos versei ez, amik a Ben a város peremén, a Ferencváros, mint motivum. És ilyen helyszíneket próbáltál keresni? Igen, akkor így zsonganak a József Attila kis idézetek a fejembe, és akkor így valahogy összekapcsolódnak a képek meg, tehát hogy vizuálisan is megjelenik, meglátom a helyszínben a lehetőséget. Aztán van, amikor már van kész fotó, és akkor kapcsolom össze versekkel, melyik hogy születik. Mit jelent számodra József Attila életútja, költészete, illetve ferencvárosi gyerekkora? Nagyon sokat, a ferencvárosi gyerekkorral. Én úgy kezdtem el foglalkozni, hogy fiatalabb, tehát gyerek tanítványaimat vittem a Gát utcába, és azt gondoltam, hogy a ferencvárosi gyerekeknek ilyen módon lehet egy kicsit közelebb hozni József Attilát, hiszen azért neki nagyon felnőtt, komoly, mély versei, filozofikus versei vannak, amik nem igazán kisgyerekeknek valók, néhány van, ami én szerintem nekik vehető, de a gyerekkor, azok a ferencvárosi helyszínek, ahol akár ők azon a környéken is laktak, akiket én akkor tanítottam, arra nagyon vevők voltak, hogy arról meséltem. És hát elmondható, hogy egész életedben ugye gyerekekkel foglalkoztál különböző módokon, erről tanúskodnak ezek a kiadványok is. A Gyöngyszem, illetve a TK, ezek ferencvárosi diákok írásait, rajzait, fotóit tartalmazzák. Milyen módon működtél közre ezeknek a kiadványoknak a megszületésében? Hát én szerkesztettem, diákíró versenyeket csinálunk, és azokból ferencvárosi diákok írásaiból válogattam, illetve voltak időnként rajzok is, amik szintén ferencvárosi diákokat, nagyon sokakat ismerem, és sok iskolával van napi kapcsolatom. A TK-ban ez egy kicsit vegyesebb, mert hogy azért vannak fotók, mert egy Lőve és Lányka nagyon, tehát így felfedeztük egymást, hogy ő nagyon jól fotózik, és akkor az ő fotóiból, meg Zömben Lőve is, de más írások is, meg mit csináltunk, meseíró versenyt is, és tehát így a meséket és a kicsiknek a meséit is beletettük, úgyhogy ez egy kicsit vegyesebb. Mert hogy én, ahogy idősödöm, meg ahogy a medáliákkal is teltek múltak az évek, elkezdtünk egyre inkább, legalábbis hát én leginkább kisebbekkel is foglalkozni. Na igen, és akkor térjünk rá itt a papírszínházra, mert ott már ugye egészen kicsi gyerekekkel foglalkozol. A papírszínházról mi forgattunk korábban a Közös tér című műsorunkban. Mi a lényeg a papírszínháznak? Milyen módon próbálsz közel kerülni a gyerekekhez? Milyen módon használják ők a fantáziájukat, amikor a papírszínház előadásod zajlik? A papírszínházra, magára, erre a úgynevezett papírszínházra, ami egy kis fa dobozka, az egy kiadó révén jutottam hozzá, és nagyon megtetszett nekem. Nagyon sok olyan kiadványuk van már, ami, hát én félig meddig színház, könyv, bárminek tekintetjük, ők nagyon jó képzőművészeket kérnek fel, hogy ők készítsék el
a rajzokat hozzá, és akkor annak a hátoldalán van a mese. Nekem ez nagyon megtetszett, én ezt valahol láttam, és aztán eljutottam ehhez a kiadóhoz, és én azóta gyűjtöm a meséket. Színház is nem is, illetve próbáltam színházat csinálni belőle, mert nekem inkább egy kicsit arra emlékeztet, hogy a filmből is a képmutogatók, amik ugye a magyar vásárokban is annak idején voltak, hogy úgy mesélik a történetet, hogy a képeket nézik, és akkor a képmutogató elmesélje. Na hát itt meg konkrétan mesékről van szó. Tehát ez egy interaktív előadás. Így van, mert hogy nem nézik, de én egyrészt úgy csinálok bele a színházat, hogy egy felvezetése van, hogy megidézzünk a színházat, kongatunk, a felmegy a függöny, az itt kinyílik, a dobozka, és akkor kezdődik a mese, de a mese magában a meseolvasásba is bele szoktam vonni őket, tehát itt a drámapedagógia, drámajáték eszközét szoktam használni, és akkor utána is vannak olyan kis játékok, amik kapcsolódnak a meséhez, és megszólítják a gyereket, hogy ott azért mindenki aktívvá válik, és együtt hozunk létre valami közös mese élményt. Akár csak a betlehemezések során, ugye a betlehemes gyerekeket szintén te tanítod be, ha lehet így fogalmazni, minden évben arra az előadásra, amit a József Attila lakótelepi Szabó Ervin könyvtárban mutatnak be a gyerkőcök a szüleiknek, illetve az érdeklődőknek. Mi az, ami motivál téged abban, hogy ezt minden évben újra és újra megtedd? No, ez egy, hogy mondjam, közös dolog megint, tehát hogy itt azért a lakótelepen nagyon-nagyon jó az együttműködés. Iskolák, óvodák, könyvtár, művelődési ház. De ezt azt mondom mindig, hogy mi egy itt nagy falu, nagy család vagyunk. Ez a könyvtárral közös dolog. Nagyon régóta csináljuk. Ez régi népszokás, a betlehemezés, jellegzetes magyar népszokás, és próbáljuk valamilyen módon karácsony előtt egy kicsit felidézni ezt. Ez itt sok mindenkinek jó. Minden évben valamelyik iskola, de három általános iskola van a lakótelepen, és akkor alsósokkal, tehát valamelyik tanítónénit, alsós osztályt, akik éppen vevők a dologra, őket kérjük fel a betanulásra, de itt együttműködünk a tanítónénikkel, tehát nem csak én meg a könyvtárosok, hanem hát ugye azért naponta nekik kell foglalkozni, vagy odafigyelni arra, hogy a gyerekek a szöveget megtanulják. Tehát a koncepció a tiétek. Igen, és akkor ők azt átveszik, meg mit csiszolgatjuk, meg mi állítjuk be, de a begyakorlás azért az a pedagógusok, meg egyáltalán, hogy ők vállalkoznak erre. Általában két csoport, egy osztályból két csoport tanulja be, és akkor nem csak a könyvtárban, hanem ennek pont az volt a lényege, hogy amikor elkezdtük, akkor a lakótelepen, például az utcákon, különböző helyeken leálltunk a gyerekekkel, és akkor előadtuk, és akik spontán akkor arra jártak, akkor meghallgathatták, de közben az óvodákkal, négy óvoda van a lakótelepen, és az óvodákba visszük el. Két csoport, két felé osztva járunk, tényleg, mint régen a falban, vonulunk a csoporttal, és akkor megyünk egyik óvodából a másikba, meg a könyvtárba, meg ideadésibe, úgyhogy most már ezek a helyek. De volt már olyan is, hogy a időseknek is bemutattuk valamelyik csoporttal. Na most ez ugye megint csak egy teljesen önkéntes tevékenység a részedről. Mi az, ami motivál téged? Erre a kérdésre még nem válaszoltál. Hát valahogy azért, mert amiért pedagógus is lettem, hogy nekem azért ez mindig a gyerekek vannak a középpontban, és gyerekekkel csinálni valamit, gyerekekkel, vagy gyerekeknek, de hogy így együtt, és hát ahogy én az iskolákban is mindig ilyen, tehát hogy nekem nem volt elég a tanítási óra, hanem mindig rengeteg mindent csináltam, ez tovább gyűrűzött, és
újabb dolgokkal próbálok megint valamit kitalálni. Mert hogy ez azoknak is nagyon jó, akik betanulják a gyerekek élmény, hogy szerepelhetnek, hogy megismernek valamit, de amit eddig esetleg nem ismertek. És az óvisok nagyon élvezik a kicsik, úgyhogy hogy a szülők is élvezik, hogy szerepelnek a gyerekei, úgyhogy hogy ezt így úgy látjuk, hogy ez mindenkinek élmény, meg jó dolog. Össze tudod számolni, hogy hány gyereket tanítottál életed során? Sok ezer, nem tudom megmondani, mert hogy én nagyon sokáig, nagyon nem is tudom, hát vagy így 40 évig tanítottam, és akkor azon kívül is, hát még a, most már ugye nyugdíjas vagyok, de hogy azóta is, tehát csak itt a Ferencvárosban szerintem sok ezer gyerekkel foglalkoztam már, különböző életkorúakkal, tehát kicsikkel, nagyobbakkal. Úgyhogy de akkor nem, gondolom, gyakran találkozol sok. Volt tanítványokkal, ugye, itt az utcán sétálva? Hát nem feltétlen csak itt az utcán sétálva, van, akinek már a gyerekét, vagy akár, hát néhányan vannak, mert azért az a korosztály, akikkel én valamikor kezdtem, ott már nekik akár már unokáik, tehát egy-kettőnek még nem, de már itt unokák is. Tehát több generációt tanítottál. Így van, elég sok generáció, igen. Milyenek ezek a találkozások, amikor összefutsz egy-egy egykori diákkal? Hát nagyon örülünk egymásnak. Például egyik tanítványom itt a Désiben is dolgozott valamikor, tehát hogy így örülünk egymásnak, trécselünk egyet, visszaemlékszünk picit a régi dolgokra, hogy ki hogy van most, mit csinál, tehát hogy így ugyanolyan közvetlen, mint annak idején volt, vagy talán most már, mint felnőttként még közvetlenebb vagy. Érdekes, hogy pont az a korosztály, akiket így én nagyon régen, és már mondom, közülük van nagymama, nekik még érdekes módon még mindig Erzsi néni vagyok, és ezt én már egy megszoktam, mert amikor én elkezdtem, akkor kicsiket kezdtem ötödikeseket tanítani, és akkor így nagyon hirtelen Erzsi néni lettem, de azért a középiskolásoknál azért már tanárnő. Na most 2002-ben alapítottad a Medáliák Egyesületet, most ugye 2017-et írunk, tehát 15 éves a Medáliák, vagy 15 éves elmúlt a Medáliák Egyesület. Hogy tekintesz vissza erre az elmúlt 15 évre, és hogy látod, mi változott 2002 óta? El kell, hogy mondjam, hogy közben mellettünk van egy táncszínházi csoport, amit a fiamék csinálnak, és igazából a vezetést most át is adtuk nekik. Beavató színházakat szoktam nekik, és azt nagyon sokat pont itt a kerületben csinálunk. Különböző helyeken a fiamnak van, biztos nem véletlen egy József Attila performance-a, amit már nagyon sok kerületi diák látott, részint az FMK-ba, itt mutatta be először a Désiben. Tehát itt lakótelepiek is látták annak idején, meg ugye a vörös drámások, de hogy nagyon sok iskolának is. De nem csak ezt, hanem a korábbi előadásaikból kifejezetten beavató színházi előadásokat. Tehát ez a jelen. Igen, és most már ők egy kicsit ilyen értelemben, tehát úgy nőttek ránk, hogy ők is már nagyon régóta tevékenykednek, persze önállóan, és akkor kettő párhuzamosan fut egymás mellett, és itt kapcsolódik össze a beavató színházak szervezésében. Azt a kifejezést használtad, hogy nőttek ránk, tehát hogy a fiad rátok nőtt. Hát, milyen ezt megélni, hogy hát rád nőtt a fiad? Jó, és mert hogy ők azért ilyen nagyobb volumenű, ahogy tetszik, nagyobb volumenű dolgokat, tehát azért előadásokat, komoly színházi előadásokat szerveznek, van, amikor külföldre, tehát hogy így színházként, társulatként működnek, amiben persze én úgy benne vagyok, hogy elnökként ugye sok mindent én csináltam, de hát ez az önálló területük, úgyhogy ezért kapták most ők meg
hogy úgy mondtam, a vezetést, az egyesület vezetését, és akkor mi inkább a magunk kis, tehát a magunk dolgait, amik sokkal jobban a kerületre koncentrálódnak. És visszatérve rád, mik a terveid a közeljövőre vonatkozóan? Vannak még olyan programok, ötletek, amelyeket nem valósítottál meg? Futtatjuk még tovább azokat a programokat, amikről meséltem, illetve már elkezdtem azt is, hogy kitaláltam, hogy végül is irodalom, meg mese, de hogy én nagyon szeretem például Lázár Ervinnek a mesét, tehát elég sok ilyen foglalkozást is tartottam, és mivel őnek is van egyfajta kötődése ugye a kerülethez, ezért én kitaláltam, hogy legyen Lázár Ervin mesenap itt a lakótelepen, és ezt már elkezdtük, és ezt szeretném tovább is vinni, olyan módon, hogy egyrészt mesemondó verseny, első menetben csak Lázár Ervin meséket kértünk, de hogy ezt így tágítottuk, viszont szeretném, vagy hát úgy hirdetjük meg, hogy nem népmesék, hanem mai magyar íróknak a meséiből, vagy meséit dolgozzák fel, és ennek most már egy nagyon nagy keletje van a lakótelepen. Most ez, de csináltunk már olyat is, hogy megpróbáltuk, hogy ilyen József Attila versek, plattoló verseny, amit én egyszer nagyon régen próbáltam, amikor valahol ilyen drámásokkal tanítottam, és akkor nekik csináltuk, hogy rögtönözve kell felolvasni a verseket, és akkor József Attila vetélkedőket csinálunk, szintén a kerületben, úgyhogy azt még lehet, hogy majd tovább fejlesztenénk, tehát abban még látunk lehetőségeket, hogy tovább fejleszteni. Már egyrészt ugye még érdekesebbé tenni másképp, nem annyira hagyományos módon, de erre van egy nagyon jó kolléganő, aki nagyon jó a technikai dolgokban, tehát a internet megtető így is tanít, hogy ezeket a lehetőségeket bevonja a tanításába, és igazából az a vetélkedőt, én inkább szervezem ő meg, a vetélkedőt ő bonyolítja, vagy ő találja ki, hogy legyen, és az is olyan jó kis interaktív. És akkor ennek az interaktivitását még majd lehet tovább